animáció képzőnzett tanszéken. 100 éves a magyar animáció. 2 éve ünnepeltük a Pácium Keresztény Egyetem képzőnzett tanszék 10 éves évfordulóját. Onucsár Miklós kollégám szellemesen azt mondta, ne azt mondjuk, hogy 10 éves a képzőnzett tanszék, hanem hogy 90 év múlva leszünk 100 évesek. Szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy a magyar animáció tengerében egy cseppről beszélhetek, amely csepp, ha még kicsi is, de része a magyar animációnak. Pár évtizede a magyar nyelven is oktató Kolozsvári Képzőművészeti Egyetemen már teljesen kiszorult a magyar nyelvű képzőművészeti felsőoktatás. Ezt a megjelenő űrt hivatott betölteni a 2002-ben Újvárosi László által megalapított Nagyváradi Pácium Keresztény Egyetem képzőművészeti tanszéke. A kezdetekben nagy rész székelyföldi diákjaink voltak, viszont mára már a 102 diák közül egyaránt vannak Szorványból, Erdélyből, Párciumból, sőt még az anyaországból is. A Nagyváradi Pácium Keresztény Egyetemen 2002-ben indult képzőművészeti képzés grafika szakirányjal, majd 2011-ben vizuális kommunikációs mesteri képzés. Tanszékünkkel egyszerre jelen van az autonóm és alkalmazott művészet, a tervező, grafika, illusztráció, videó, média művészet, installáció és animáció. Ennek a kísérleti szellemi műhelynek szerves része az animáció oktatása, ami különös kihívás volt, hiszen Romániában nem létezik animációs felsőoktatás. Mivel Erdélyben elsőként nálunk indult animációs képzés, tradícióval nem rendelkeztünk, és a tanügyi törvények sem támogattak az animációt a képzőművészeti oktatásban, ezért számos alternatív programmal egészítettük ki, színesítettük az oktatást. Például fesztiválok, workshopok, meghívott előadók, stb. Már több mint 10 éves tanszéken jelentős szakmai sikereket értünk el országos és nemzetközi fórumokon. Sikereinktől vezérelve a jövő tanévben tervezzük két szakirány beindítását, a grafika szakon tervező grafikát és a mozgó grafikát. Az utóbbi szakirányon képzeljük el az animációs képzés fejlesztését, ahol több infrastrukturális és tehetséggondozó programot indítunk a képzés optimalizására. A 2011-ben indított vizuális kommunikációs mesterképzésünkön diákjaink közül többen is animációs kutatási témát választottak. A nagyváradi animációs képzés fejlesztésére és bővítésére van szükség, hiszen hiánypótló. A 2010 óta minden évben megrendezzük a jelenleg is, elnézést kérek, de nagyon száraz a levegő, száraz a szám, úgyhogy... Életreklám animációs workshopot a Budapesti Rövid Film Fesztiválok közösen, Patrovics Tamás vezetésével. A workshop budapesti, kolozsvári és nagyváradi diákok gyülekezőhelyévé vált. Erdély több városában szervezünk workshopokat és animációs programokat. Helyi szervezők segítségével, itt kiemelném Sepsiszentgyörgyöt, Székelyudvarhelyet, ahol 5 éve rendszeresen vannak animációs vetítések és workshopok. Az animációs programok kivitelezésében tanszék kiemelt partnerei, Nagyváradi Metron Egyesület, Aszifa Magyarország, Kolozsvári Filmtett Egyesület, Szapjenci Erdély Magyar Tudományegyetem. Egyik fontos szempont volt, hogy elhozzuk Nagyváradra kortárs és nemzetközi magyar animációt. Nagyon sok rendezvényt, eseményt szerveztünk diákoknak és a diákok közreműködésében. 2006-ban bekapcsoltunk az Animáció Világnapja megünneplésébe, az Aszifa Magyarország közreműködésével. 2008-2012-ig megrendeztük a Metron Egyesületkel közösen a MAF Metron Animációs Filmfesztivált, amelynek keretében tematikus versenyprogramokat szerveztünk a diákoknak. Nem hoztam képeket, nem hoztam animációkat, többször is kérdezték a szervezők, hogy szeretnék élni a vetítés lehetőségével. De remélem megbocsájták nekem a szerencségem, de nem hozni jöttem, hanem vinni. Habár az elmúlt évek végén megünnepeltük a magyar animációt Nagyváradon egy szerényebb programmal, szívesen látnánk egy átfogó programot az itt megszervezett kiállítás anyagából Nagyváradon és más erdélyi és székelyföldi városokban.
Boldog születésnapot, magyar animáció, akár azt is mondhatnánk, hogy 900 év múlva leszünk 1000 évesek. Köszönöm a figyelmet!